Tudom, hogy nem várják tőlem azt, hogy programszerű zárónyilatkozatot fogalmazzak meg, de ebben az alkalmi közösségben, még itt ül most, benne van egy ilyen lehetőség. Nem kellene egyebet tenni, mint annak idején második világháborút követően a japánok tettek, hogy gyűjtöttek össze szakterületekről tudósokat, hozzáértőket, bezárták őket egy olyan helyre, ahol mással nem kellett foglalkozniuk, mint az adott téma feldolgozásával, és javaslatokat kellett megfogalmazni. Úgy gondolom, egy hétig együtt lennénk egy alkalmas helyen, akkor, és a mobiltelefonokat nem csak kikapcsolnánk, de kizárnánk az életünkből, akkor előbb-utóbb ráhangolódnánk arra, hogy tegyük a dolgunkat, és akár egy alapos kormányprogramba is beilleszthető program születhetne itt. Tanya világ a parlamentben címmel egy olyan programot adó tanácskozás legyen, mely már nem csak tanácskozás, hiszen tanácskozni magánmonológokkal, előadásokkal igazán nem lehet, legfeljebb egymás mellé lehet illeszteni gondolatokat, javaslatokat, programelemeket, és a felelősségünk az, hogy ez úgy illeszkedjen november 15-én ott a felsőházban egymáshoz, hogy majd az alsóházban is ez képviselhető legyen, és megkapja a többséget. Bár gondolhatok arra is, hogy reményeink szerint egy kétkamarás parlament lesz, úgyhogy a felsőháznak is lesz majd talán még ebben dolga belátható időn belül. Mindenképpen köszönet a szervezőnek, Szabó Istvánnak, és aki nem csak formát adott ennek, de tartalmat is, hiszen az előadók személye, megszólítása az elsősorban az ő felelőssége volt. Tulajdonképpen nekünk a népesség megtartó képességen túl a képesség megtartó népessége is kell ügyelnünk, tehát hogy minél több fiatal találja meg a vonzó életformát a tanyában. Tanyában? Igen, beszélt. Szó volt itt luxustanyákról és nyomortanyákról egyaránt. Meg kell találnunk azokat a vonzó, már működő lehetőségeket, amelyek ott van példaként, és tulajdonképpen az elmúlt években, akár 2-3 évtizedben is bizonyított valami. Nagyon sok ilyen tanya van, amit mi ösztönösen, én jó magam a tanyasi tanító időszakomból 5 évig tanítottam ott Lakidelek mellett Szikrában, tanyasi iskolában, vagy az, hogy a legnagyobb a választókerületem egy tanyás terület, az, hogy a népfőiskola is kötődik ezzel szállal a tanyavilághoz, az, hogy az elmúlt 100-150 esztendőnek a tapasztalatait izgalmasan lehet földolgozni, és lehet behozni erre a területre, az, hogy a két világháború közötti valóságirodalom milyen itt is elhangzott Erdei Ferencre való hivatkozás, de mások is milyen izgalmas kutatásokat, mára is érvényes gondolatokat fogalmaztak meg. Az, hogy Klebesbergnek az iskolateremtő munkássága mit jelentett itt a Dunatisza közén. Szóval mind-mind olyan indok, amely indokolja azt az erőfeszítést, amelynek érdekében most úgy véljük, úgy érezzük, hogy helyzet van, hogy igen, lesz lehetőségünk kormányzati erővel változtatni ezen a területen, és gyökeres változtatást, folyamatot elindítani. Ez viszont ezer szállal kell kötődni ahhoz a magyar valósághoz, amelyet csak részleteiben ismerünk, amelyben igazi erőforrás az a közösség lehet, amiről professzor úr, illetve professzor asszony is beszélt, és kulcsként fogalmazta meg, hogy nem lesz itt ebből a pénzügyi, gazdasági, társadalmi, erkölcsi válságból. Nem tudunk kijönni ilyen különféle, akár pénzügyi csoda megoldásokkal, akár gazdasági csoda fegyverekkel, anélkül, hogy közösségek ne jöjjenek létre. Ez mindennek az alapja. És hát én ide rögtön mondom az iskolát, az iskola és a templomnak a munkája.
igen, közösségeket megerősíteni, létrehozni. Tegnap este ott a népfőiskolán a Szent Imre kollégiumnak az első összejövetele volt, Kisvárdától Nagykanizsáig, nem tudom én, Bátaszéktől Budapestig, az ország minden részéből, és érezni lehetett 20 éves fiatal diplomások tenni akarását, józan gondolkodását és veszélytudatát, amit itt a fiatalok előadásában is joggal érzékeltünk, és nagyon fontos, hogy ez a veszélytudat, ez jelen legyen a gondolkodásunkban, és egészséges veszélytudat. Ne pánik egészségére, igazam van, valószínű. Szóval ne pánik legyen, mert az se jó, és meg kell, hogy mondjam, tartok az olyan konferenciáktól, előadásoktól, és az olyan előadótól is, aki siratófalnak tekinti a hallgatóságot, és ott tulajdonképpen jajveszékelni kezd, hogy milyen nagy bajban vagyunk. Hát ha azt tudjuk, hogy beteg az ország, és elmegyünk egy beteghez, látogatóba, kórházba, akkor nem azt mondjuk neki, hogy hát szörnyű, hogy nézel ki. Na neked annyi, akkor biztos annyi. Mert egyszerűen lesi a tekintetünket, hogy tudunk-e valami biztatót mondani, tud-e valamivel kapaszkodni. És nekünk éppen ez a felelősségünk a közéletben, hogy valami biztatót mondani az embereknek, de ne alap nélkül. Tehát legyen fedezete annak a bizakodásnak. És a fedezete egyetlen lehet, hogyha pontosan fölmérjük az ország állapotát, helyzetét, és megtaláljuk azokat a megoldási lehetőségeket, amivel aztán a forma, a közösség élni tud. Tehát nekünk tartalmat kell adni. És aztán ők ezt a tartalmat bővíteni fogják. És olyanokat adnak hozzá, amiket talán nem is gondolunk. Magam is tapasztalom ezt kisebb közösségekben. Mindenképpen az egyik talán legfontosabb az, hogy amik így és való hivatkozás most volt halálának 25. évfordulója, és jutott a kezembe megint egy nagyon szép gondolata, amit annak idején 88-89-ben mi hiába próbáltunk felerősíteni. A gondolat lényege, hogy ne ejtsünk mindent a talpunk alá, mert ha valami jól működött, azt tartsuk meg, hiszen azért, mert a malom másoknak is örült, attól még örülnie kell most is. Tehát ami jól működött, a 20 évvel, 30 évvel, 50 vagy 100 esztendővel, abból tanulni, okulni kell, azt át kell venni, és nyilván akár a fenyegető vészhelyzeteket is jelző jelenkori valóságban úgy kell ezt beilleszteni, hogy ez valóban a közösségnek segítsen. Hát én azt kívánom, hogy ezek a műhely találkozók erősödjenek, magunk is szervezzük ezeket a találkozókat, és én egyet ígérhetek, mert megvallom őszintén, hogy egy nagyon jó minőségű összejövetelnek tartom ezt a mai összejövetelt műhelymunkát, hogy azt ígérem, hogy szeptember elején Pesten ugyanezt a kört én összehívom annak érdekében, hogy még jobban előkészítsük a november 15-ét, hiszen akkor már lesznek javaslataink, és azt fogjuk megvitatni, és azt tessék majd kiegészíteni. Valószínűleg ki is tudjuk küldeni valamikor a nyár végén egy kis vázlatot, amely kis téziseket, amelyeket aztán jobban ki kell bontani ott a parlament felsőházi termében. Remélhetően akkor már egy választási kampány kellős közepén. Köszönöm szépen a figyelmet!